December 1-től szilveszter éjszakáig a közelgő ünnepekre készülődve nem csak a vásárlók tömegével, de az élelmiszerbiztonsági szakemberek fokozott jelenlétével is számolniuk kell az élelmiszerkereskedőknek. De nem csak a hipermarketek a népik célpontjai. Az élelmiszerek előállító, illetve forgalmazó helyei, valamint a kisboltok, éttermek és szállodák, sőt az utcai árusok is nagyobb számban és gyakorisággal esnek mostantól vizsgálat alá. 2007 óta minden év decemberében lezajlanak ezek a vizsgálatok, így volt ez tavaly is. Összesen több mint 2500 ellenőrzésre került sor, és a kollégáink több mint 11000 különböző hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak, ellenőriztek. Ez nem csak laboratóriumi vizsgálatot jelent, hanem az adott élelmiszertételnek a előállítónál vagy a forgalmazónál történő vizsgálatát is, a higiéniai állapotokat, a hűtést, a jelölést, a csomagolás épségét és az egyéb higiéniai feltételeket szoktuk ellenőrizni. A szakember szerint leggyakrabban közel 4%-ban a különböző élelmiszerek tárolásával és elkészítésével kapcsolatos higiénés hiányosságok miatt szabnak ki bírságot, de a vizsgálatok alapján az is megállapítható, hogy a munkaerőhiány következtében az utóbbi időben emelkedtek a személyzet higiénés és egészségügyi alkalmasságából következő szabálysértések. Ezek mintegy 3%-ot jelentenek. A tipikus hiányosság körébe tartozik az élelmiszerek nyomon követhetősége is, ez 2%-ban volt jellemző a vizsgált árukra. Pleva György hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság szerint a koronavírus fertőzés közvetlenül az élelmiszereket nem, legfeljebb azok csomagolását érintheti. Az ezzel kapcsolatos védekezési lehetőségekről a NÉBIK honlapján is osztott meg útmutatást, de emellett az ellenőrzési protokollban is fontos szerepet kap a járványvédelem. Külön ellenőrizni fogjuk a bevásárló eszközök, elsősorban a kosarak tisztaságának, tisztításának hatékonyságát, az aktuális kémiai állapotot, az üzemeltető által kiadott tisztítási dokumentáció megfelelését, illetőleg az alkalmazott fertőtlenítőszerek megfelelőségét. A másik kiemelt szempont a csomagolatlan élelmiszerek védelme. Elsősorban a TK-ra fókuszálunk, ilyenkor különös tekintettel arra, hogy a cseppfertőzés elleni védelem hogyan valósul meg az egyes üzletekben. A téli közkedvelt élelmiszerek fokozott ellenőrzése mellett az Európai Unió gyors riasztásainak köszönhetően idén a Lengyelországból származó baromfi húsokra is kiemelten fognak figyelni a szalmonellás fertőzések megelőzés érdekében.